Pap Albert festőművész emlékére avattak táblát annak a művészháznak a falán, ahol élt és alkotott. A tatabányai művész hagyatéka hatalmas kincs a város számára, hangzott el a rendezvényen. Pap Albert 1938-ban született az alai dombok között Kemendolláron. Nyilvánvaló tehetségét korán felismerték, és így már a középiskolát is Budapesten végezte, a kisképzőnek nevezett képző- és iparművészeti gimnáziumban, ahol Kántor Andor festőművész volt a mestere. Az EGRI tanárképző főiskolán tanult tovább, rajz- és földrajzszakos tanári diplomát szerzett. Főiskolai mestere Jakuba János volt, akinek művészi világa, témaválasztása, ábrázolásmódja erőteljesen hatott rá. Pap Albert 1959-től haláláig élt Tatabányán. Tanított kezdetben általános iskolában, majd gimnáziumban, végül 1986-tól a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. Eközben az Új Forrás művészeti szerkesztője és rovatvezetője volt. És emellett folyamatosan festett. Akár művészpedagógusként, akár alkotóként a művészet töltötte be az életét. 1960 óta volt kiállító művész, aki a közös kiállítások mellett önálló tálaton mutatta be műveit számos alkalommal Tatabányán, a Népházban, Tatán, a Kunidomokos Múzeumban, Budapesten, a Fényes Adolf teremben és másutt. 2013-ban a Tatabányai Múzeumban rendezett nagyszabású gyűjteményes kiállítása egy szép összegezés lehetőségét nyújtotta számára. 1990-ben az Országos Tájfestészeti Biennálé, 1995-ben és 2001-ben az Országos Portré Biennálé díjával ismerték el tehetségét. 2012-ben megyei Prima díjat kapott, 2014-ben Tatabánya kultúrájáért díjban részesült. A legnagyobb elismerés nem hivatalos részről érte. Tanítványainak, pályatársainak szeretete övezte. Szívesen csatlakozott a művésztárs és barát Krajcsirovics Henrik vezette Bányász képzőművészkör munkájához, művésztelepeihez, mint konzulens, vagy inkább tanácsadó. Nem tudom három mondatban összefoglalni Bercinek a munkásságát. Ember volt, ízig-vérig ember volt, pedagógus volt, tanárember volt, akkurátus ember volt, távlatosan látó és gondolkodó ember volt. Mindent elfogadott, amit megértett. De neki mindent meg kellett érteni, mindent meg kellett tapasztalni ahhoz, hogy azt el tudja fogadni, még akkor is, hogyha ő abba belekóstolni nem szeretett volna, mert nem az ízlése szerint való volt. De megismerte, tudomásul vette, elfogadta, és így tudott nagyon sok tanítványt maga köré vonzani, akkor is, amikor már Zsámbékon folytatta a munkásságát, szolgálatát, és a tanítóképzőnek a docense volt, és szerették, és szerettük az alkotásait is. A maga csendességével, visszafogottságával, valóságérzésével, a derengéssel, a látsággal, ami az alkotásaiban benne volt, a színek, a négy, három, négy, olyan pap, berc is, színvilág, az egyszerű hétköznapi embereknek az élete, a törődöttség, az időskor, és hát a táj, amiben az ember él. Tehát neki a táj jelentette az erőt, abból merített mindig erőt, és hát belekerültek az emberek is, mert a tájat az emberek ülik meg. Ezek a nagy alkotók mit adnak a mai tatabányai fiataloknak vajon? Nagyon érdekes lesz, amikor Éváék kedves felesége meg mond a végére ér majd a művek katalogizálásának. És amikor láthatóvá válnak majd azok a művek is, amelyek 55 esztendővel ezelőtt készültek, akkoriban, amikor ő ide került Tatabányára, hogy az akkori Tatabányát ő hogyan látta, az tényleg izgalmas lesz nekünk is, nem csak a nálunknál fiatalabb utókor számára. De valóban egy nagy kincs az ő, annyit kell azért róla tudni, hogy ő ragaszkodott az alkotásaihoz, mint ahogy a családjához, a gyermekhez, a virágaihoz, a madárkáihoz. Ő a képeihez is ragaszkodott, és nagyon nehezen vált meg tőlük. Éppen ezért a volt műterme, az telve van az ő alkotásaival, és az valami fantasztikus értéket képvisel a város számára, és remélem, hogy amikor majd az új közösségi terek belépnek felújított formában a város életében, akkor lesz lehetőség arra, hogy a kortárs, hát
illetve a háború utáni tatabányai művészek alkotásaival együtt Bercinek az alkotásai közül is számos ott legyen, és mindenki megtekinthesse. Pap Albert festőművészre a 2012-ben készült kis filmünkkel a benne elhangzó örökérvényű gondolataival emlékezünk. Vagyok, a Bértes Abórája munkatársa. A táj és a benne élő dolgozó ember. Klasszikus, a természet alkotta csodás színek. Ezek alkotják Pap Albert festményeinek látványát. A kép pedig hiteles. Olyan embertől való, aki nem megfigyelő, állványával a városból a faluba kitelepülő művész. Benne él minden mozdulat, minden szín. A lélekben most is falusi vagyok. Tehát ez azt jelenti, hogy sok olyan képet festettem, aminek a témája a falu, falusi emberek. Nem azért, nem nosztalgiából, hanem valamiféle képpen elemi, természeti közvetlenségénél fogva. Szóval a városba úgy kiszorul a természet, ahol az ember jól érezné magát. Tehát itt a, úgy mondjam, az emberek is zárkózottabbak. Falun az emberek nyitottak, őszintébbek, őszinték, és jobban segítik egymást. Jobban segítik egymást. Mondjuk, ha nagy eső volt például ott a faluba, ahol én születtem, aminek a nevét mindig föliratták velem a táblára középiskolás koromban, mert úgy hívták a falut, hogy Kemendollár. Mert azt hitték, hogy valahol Amerikában van, és hát hogy én ott születtem. Holott, és én kezdtem akkor magyarázni, hogy ezt, tetszik tudni, ez olyan, mint Buda és Pest, tehát összevont ez a két név. Kettőt elválasztja az ala, Kemend az a dombos részen terül el, fekszik, Ollár meg sík terület. Na és akkor utána megjegyezték. Két éve volt itt a közművelődés házába, kortárs galériába, egy ilyen nagyobb kiállításom, ahol nagyobb, nagyméretű képeket is festettem. Hát azoknak a témája nagy részt a természet és a természetben dolgozó, mozgó ember. Ezeknek az embereknek a tartását, a mozgását én már jól ismertem, vagy ismerem, úgyhogy ha csak az úton megy a kutyájával együtt, már az is egy ilyen jellegzetes mozdulat. A mozdulat pedig elevenné válik az ecset nyomán, és megmutatja. A béke, a csend az idő múlásával is megmarad, csak rá kell találnunk a természetben. Észak-Komáromban él egy család, amelyben a két fiú kivételes zenész tehetség. A nagyobbik dobol, a kisebbik mindössze 7 esztendősen basszus gitározik. Áron óvodásként vette először kezébe a hangszert, 2 éve a saját gitárján játszik. Viccesen azt szoktam mindig mondani, hogy ugye a Dávid kapcsán sokan megkérdezték, hogy majd az áromból mi lesz, és azt szoktam mindig mondani, hogy bőgős, de én síros gyerekre gondoltam, ugyanis akkor még nagyon pici volt, hogy de úgy látszik, nem szabad ezzel viccelődni.
az Áronnak az Instagramon nagyon-nagyon sok követője van, és szinte egy önálló életet kezdett élni az oldal, amit mi magunk se értünk. De hát ennyit változott a világ, hogy felgyorsult, és egyenes visszhangot kap minden, amit mi ott oda teszünk, és megteszünk. És ennek kapcsán úgy döntöttünk, hogy több felkeresés arról szólt, hogy menjünk ki erre a NAMM Show-ra, ami egy évben egyszer van Los Angelesben. Ez valójában egy nagy zenész találkozó, egy ilyen kiállítással egybekötve, és hát több mindenki szeretne zenélni az Áronnal, meghallgatni őt, látni őt. Vannak cégek, aki szeretné, hogy a reklámarcuk legyen. Tehát mindenféle dolog történik most e körül. Édesapja szerényen sok követőről beszélt. Az interneten 25 ezeren követik Áron videóit, megosztásait. Az elmúlt hétvégén a Rév Magyar Kultúra Házában lépett fel bátyjával és zenekarával. Hát jó érzés az a zene, meg ez a jó az a zene hallgatás, és ahogy hallgassak emberek, akkor az jó. Mert amikor felnőnek, akkor az lesz belőlük. Mi most a legnagyobb vágy, Ádámod? Azt még nem tudom. Megyünk Amerikába. Lesz ott olyan kiállítás, amit úgy hívnak, hogy NAMM, és ott lesznek bőgők, ilyen kiállítás, és ott vannak nagyon híres basszusgitárok, ami basszusgitárosok, meg basszus, hát ilyen zené kapcsolat, és aztán találkozni lehet velük, és játszani, meg jammelni, meg ilyeneket. A mai koncertben mondjuk te melyik zenét élvezted a legjobban? Melyik tetszett a legjobban? Én nekem az összes tetszett. Amikor otthon gyakorolunk, az inkább ilyen, hát hogyha a zenész gyakorol és tanul, akkor nem úgy szól, mint a koncerten, mert nyilván nem azt gyakorolja, amit már tud, hanem olyat, amit nem tud, ezáltal nem teljesen hibátlan mindig. De persze sokszor játszunk olyan számokat, meg olyanokat ismétlünk, amiket már az Áron muzsikál. Többnyire az ebédlőben gyakorlunk, mivel ott a tévé, meg a hangfalak, meg minden, és akkor ott zajlik a zene, a legkisebb testvérem táncol, stb. Szóval akkor így zajlik. Kisgyerekkel más, mert néha a koncert előtt futkos, meg nem tudom, játszik valamivel, akkor kicsit le kell valahogy kötni, meg nyugtatni ahhoz, hogy oda tudjon figyelni a számokra, mert többnyire nem játszunk nagyon egyszerű számokat, hanem elég nehezek. Szóval ő ezt nagyon gyorsan át tudja így kapcsolni a játszásból, meg a futkosásból, abból, hogy leül, és akkor tényleg oda koncentrálva kell, mondjuk 2 órán keresztül, mint ma. Áron játszott már Radics Gigijékkel a Tüskecsarnokban, de fellépett Szlovákia kiemelkedő jazz és blues zenészeivel is. És amikor az ember csak nézi, szerintem nem is kell játszania, hiszen még aki úgymond hozzáértő is, ahogy mondod, még először annak is megbizsereg a szíve, hiszen egy kisgyereket látsz oda leülni először, megfogja a gitárt, alig bírja megfogni, és kb. Aki eddig nem hallotta, nem is tudja, hogy most ebből mi lesz. És ugye, amikor meg elkezd játszani, akkor nem, hogy
a laikus ember, hanem gyakorlatilag a szakmabeli ember is csak les, ámol és bámol, hihetetlenül tehetséges az áron. Én biztos vagyok benne, hogy fogunk róla hallani a későbbiek folyamán, de nem csak Szlovákiában, Magyarországon, hanem az egész világon. Nagyon ritka ez, hogy ilyen pici, ilyen kiskorban, főleg ilyen hangszerben, basszusgitár, ahol kell egy komoly fizikum, amit tudjon vele játszani, hogy tudjon rajta játszani. És főleg, ahogy a zenészek megértik azt, hogy harmóniában ott lenni mindig, hogy az tényleg üljön, és tényleg mindig jó legyen, hát az elképesztő nehéz dolog. Mert dobolni, ugye leül egy gyerek, amit megtanul, ami ritmusképletet, azt le tudja dobolni, attól függ, mert Dávid is egy kivételes eset, mert ő kisgyerek korában, amikor annyi éves volt, mint a Áronka, akkor is ő így dobolt, mint ahogy a Áron basszus gitározik, hogy ilyen mindenki lehidalt tőle. Milyen érzések voltak benned ma a színpadon? Hogy érezted magad a koncert alatt? Nagyon jó volt. Én imádok velük mindig játszani, mert teljesen egy más dimenzióba visznek el mind a ketten, sőt, most már mind a hányan voltunk a színpadon. Nagyon jó zenészek, de ők tényleg kivételesek ebben a zenei világban. Világszínvonalban mondhatom, hogy igen, különlegesen. A család koncertek bevételéből gyűjt az amerikai útra, ahol tovább épülhet a tehetséges kisrác karrierje, akinek 7 esztendősen van ideje bőven meghódítani a világot. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2018 első napján is ünnepi hangversenyre hívtuk Önöket, zeneszerető közönségünket. Koncertünket Robozné Schönfeld Zsuzsanna, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke újévi köszöntője vezette be. Most az Anima Muzicé Kamara zenekar következik. Néhány szó róluk. 2010-ben alakultak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból. Számos helyszínen koncerteztek, hazánkban és külföldön egyaránt. Hogy néhányat említsek, a Budapesti Zeneakadémián, a Magyar Rádió Márványtermében, a Pécsi Kodály Központban, a Bécsi Musikvereinen, vagy a Szardiniai Teatro Verdiben. 2011-ben a bécsi 5. Summa Cum Laude Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon vonószenekari kategóriában első díjat nyertek, kiemelkedő sikerrel minősítve. 2012-ben Junior Prima díjban részesültek, 2014-ben Párizsban egy nemzetközi zenei versenyen több mint 3000 induló közül kamarazenei kategóriában 3. helyezést értek el. 2015-ben pedig elkészítették első önálló lemezüket, melyen Mozart művei szerepelnek. A zenekar szívügyének tekinti a mai magyar zeneművek előadását is. Koncertjeiken rendszeresen hangzanak el új, kortárs művek. Fogadják őket szeretettel, vezetőjük G. Horváth László.
Wolfgang Amadeus Mozart T-dur divertimentója volt hallható. Ugye a divertimento az alapvetően egy szórakoztató zene, de hát azért is gondoltam, hogy ezt a műsort egy ilyen szórakoztató muzsikával fogjuk majd indítani. Hogyha jó magyar szórakoztató zenét szeretnének hallani, akkor Bartók Bélának is van egy divertimentója, úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánlom figyelmébe. Az egy jóval nagyobb volumenű egyébként, olyan 27-28 perces mű, amiből ma nem mutatunk részleteket, de hogyha interneten vagy egyéb koncertjeinken megtalálják, azt mindenkinek tudom a figyelmébe ajánlani. Ez egy három tételes mű volt a Mozartnak, és az, amikor olaszországi utazása, jelző olaszországi utazása is voltak egyébként egészen fiatalon, de 10-12 éves Mozartról beszélünk, tehát a zsenialitása már ott kiütközött, hogy ilyen szuper darabokat tudott írni. Úgyhogy ezek az olaszul stílusjegyek, ezek benne is voltak, például a háromtételes koncertó kialakulásának megfelelően egy gyors-lassú-gyors tételrenddel rendelkezett ez a Mozart divertimento. Ennek a mai esténken még lesz kulcsfontosságú szerepe, azonban most egy teljesen más világba utazunk, ugyanúgy maradunk a szórakoztató muzsikánál, keringőnél, valcereknél. Antonin Dvorzsák egy zeneszerző, őtől fogunk játszani most két keringőt. Thank you.
mikrofont, megtaláltam a gombját, köszönjük szépen. Ez volt tehát Antonin Dvorák két valcer vagy két keringő. Egyébként ezt vonós négyesre ugyanúgy eljátszható, illetve alapvetően vonós négyesre írta, aminek volt egy kamarazenekaros változata, és mi ezzel a kamara formációit hat emberre itt a kettős köztes megoldást választottuk, de azt hiszem, hogy így is egy nagyon szépen is jól fogyasztható zenekűről van szó, illetve kettőről. Annak érdekében, hogy itt egy picit felmelegítsük az időt, mert hát kint tél van, gondoltunk rá, hogy játszunk ennek megfelelően tűzpattogást is, játszunk majd esőkopogást is, mert hogy egy olyan programzenét fogunk játszani, amely talán mindannyian ismernek, hát ugye a Vivaldi neve talán nem ismeretlen, illetve a négy évszak, talán a komoly zenei irodalomnak az egyik legnépszerűbb alkotása. Ez négy hegedű versenyből állt tulajdonképpen, amelyeket különböző évszakokkal látott el, vagy nevezett el. A negyedik koncertót, az F-moll koncertót fogjuk előadni az Emi Mózici kamarazenekarra. Ezt a koncertót úgy hívja a Vivaldi, hogy tél. Ami még talán különlegességes, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy különböző elrejtve különböző szöveges magyarázatokat fűzött Vivaldi hozzá, hogy melyik játékmód tulajdonképpen mit takar. Most arra gondoltam, hogy egy pár ilyen dolgot ezt meg is mutatnám. Abban segíts Peti, hogy tartod nekem a mikrofon, kérlek szépen. Az első ilyen, amit elő fogok vezetni, az amikor leesik a földre a hősök. Ennyi. És nagyon sok hasonló ilyen típusi dologra, hogy szeretném, hogy a második tételt elkezdenénk a pizzikátó kísérleteket csupán csak. És itt van egy nagyon szép is félreértés, amit az nagy komoly zenetudósok, és mi magunk, én is itt tanultunk az iskolában, hogy ezt az tűzpattogás, amit hallunk, ezt kérem mutassátok meg. Ami tűzpattogásnak sem rossz, de a Vivaldi birtokottál, hogy ez az eső, ahogy esik a tetőre. Úgyhogy ez fogja jelképezni azt, mert Olaszországban nem mindig hó esik, vagy annak bizonyos területeken, hanem mint most nálunk is eső, és ahogy az eső kopog a tetőn, azt fogja majd a második tételben a tűz, a melegség, meg majd a brács a szólamban lesz, hogy figyeljék meg, hogy a második tételben milyen sokat fog dolgozni. Aztán van egy ilyen kicsi részletünk, mondjuk a fókavacogást, azt így ábrázolja a Vivaldi. Rendkívül sok is apró történés van, amelyet mind-mind külön ki lehetne emelni, de én arra bíztatnék mindenkit, hogy egyszer próbálja meg egy partitúra elérhető interneten, lehet közben hallgatni. Olaszul vannak benne ezek a szavak, egy olasz szótár mellett. Egy fantasztikus élményt tud nyújtani, hogyha az ember kicsit utána is néz, hogy micsoda dolgokat írt le a mester. Tehát most megpróbáljuk előadni Antonio Vivaldi tél című koncertjét. Thank you.
Tehát Antonio Vivaldinak három tételből álló Concerto Grossoja, F-moll Concerto Grossoja, a Tél című hangzott el. És a következő művünk, ez egy nagyon érdekes dolog lesz, Arnold Schönbergnek a nevét nem tudom, hogy mennyien hallották, vagy ismerték, de akik esetleg ismerik, bizonyára tudják, hogy a 12 fokú zenének, a dodekofóniának, az új bécsi iskolának a vezére, kitalálója, nagy alakja. És hát tulajdonképpen a mai értelemben vett kortárs zenének az egyik legnagyobb úttörője. És Schönbergnek a művei, tehát neki kezdetben volt egy pár olyan ilyen romantikus hangvételű műve, amit mondjuk esetleg akár Csajkovszkihoz vagy Dvořákhoz is lehetett volna hasonlítani. Például, ha vonós kamarazenekarban, illetve mondjuk egy vonós szextetben gondolkozunk, akkor a Megdicsílt Éj, Verklärte Nacht című műve az egy programzene, amelyek egy pontos, meghatározó programja van, leírása, egy története, az egy 30 perces mű egyébként, azt ajánlom figyelmébe, az egy gyönyörű romantikus muzsika. Aztán később Schönberg írt egy csomó teljesen más típusú darabot. Mi most egy olyan válogatást, mi egy olyan darabot hoztunk egy válogatásból, amely egy nagyon érdekes dolog, mert ez egyáltalán nem Schönberges semmilyen módon. Ugyanis Schönberg írt egy csomó kis apró kis keringőt, valcert, ami Johann Straussnak volt talán egy fricska, bizonyos értelemben. Nagyon jól vannak megírva ezek a keringők, ugyanakkor hangnemváltozásban is, meg a későbbiekben az egyenlően hang használ minden 12 hangot, az is már megjelenik ezekben a kis kompozícióban. Úgyhogy Schönbergtől fogunk játszani egy 1 perces kis keringőt. Schönberg ilyen típusú zenéket is írt, akit érdekel egyébként, hogy neki mi volt az igazi világa, azt is nagyon érdemes utána járni, meghallgatni egy picit. Most, hogy már Bécs szóba jött, meg az új bécsi iskola, ugye Schönberger, Webernek volt egy régebbi bécsi iskola is, ugye azzal kezdtük a koncertet a bécsi klasszikusnak nevezett korszaknak, egy legnagyobb alkotójával, Wolfgang Amadeus Mozarttal. De itt a kettő között is azért történtek nagyon érdekes dolgok. A romantika világában vagyunk, a századfordulón, itt az 1900-as évek elejéről, illetve az azt követőző, még a háborúk előtti időszakról beszélünk, a békeidőkből, ahol tényleg mindenki nagyon nyugodtan és békésen tudott a rengeteg szabad idejében komoly zenét, könnyű muzsikákat hallgatni, és rengeteg jeles hegedűművész volt, közöttük az egyik bécsi mester Fritz Kreisler, és hát ő talán ebben a könnyed bécsies világban is különlegeset alkotott. Tőle fogunk most játszani egy apró muzsikát, Fritz Kreisler, Schön Rosmarin. Thank you.
A műsorunknak lassan a végéhez érkeztünk már, ami a zenekarnak az előadását jelenti. Most még két kisebb darabbal készültünk, na jó, három. Igazából a Sosztakovics hegedű dúók talán az rumos irodalom egyik legszentimentálisabb, romantikus darabjai közé tartoznak. Ebből a hegedű dúó sorozatból most Kovács Péternek, a Mendelssohn kamarazenekar vezetőjének egyik átiratában fogunk előadni két ételt, melyiknek a címe Prelüd és Gamott lesz. A Muzici Kamarazenekarra búcsúzóul és boldog új évet kívánunk. Talán tradicionálisan és leghagyományosabban minden újévi koncerten megszólaló Johann Strauss műve Pizzicato Polka.